Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez a Gyújtópont, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában egy kerekasztal beszélgetés, méghozzá Fudan Egyetem helyzetéről két vendégünkkel, Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával, és Deák Dániellel, a 21. század intézet vezető elemzőjével. Szervusztok, köszönjük, hogy fogadjátok a hívásunkat. Szervusztok. Szervusztok, sziasztok. Na és akkor Fudan, hogy látjátok? És akkor Ildikót kérdezném először, akinek megjelent egy cikke az atv.hu-n méghozzá tegnap, az a címe, hogy ellenzéki csodafegyver vagy gumicsont a Fudannak az ügye. Hogy látod most ezt a helyzetet? Azzal, hogy a kormány gyakorlatilag azt mondta, hogy majd másfél év múlva népszavazáson térjünk arra ki, hogy akarják-e az emberek, vagy nem akarják, azzal ezt az egész ügyet sikerült hatástalanítani, vagy a Fudan Egyetemnek az ügye az itt lesz velünk nap, mint nap, és lehet ezzel tematizálni a közéletet? Most a hírek, az események láttán, illetve akikkel beszéltem, abszolút az a benyomásom, de ez tény is, hogy a Fudan az egy divő kampány témává vált. Most egy fegyver az ellenzéki oldalon, elsősorban Karácsony Gergely kezében, akinek ugye rásegített a miniszterelnök jelölti kampányára is, az ellenzéki riválisaival szemben. Most azt még meghatározni, hogy ez a 22-es választásokig mennyire lesz hangsúlyos, nagyon nehéz. Azt látni, hogy ősszel még valószínűleg abszolút meg fog jelenni, akár a nap mint nap is, hiszen Karácsony Gergely éppen az ATV-ben mondta el az Egyenes beszédben, hogy ők ősszel szeretnének népszavazást. Akkor is, ha Gulyás Gergely a Mondinernek adott interjújában azt mondta, hogy a kormány támogat egy ilyen népszavazást, de majd csak másfél év múlva, hiszen addigra lesz látható minden terv, most még ezek a munkaasztalon vannak, nincs döntés. Erre viszont Karácsony Gergely azt mondja, hogy igen, hozzák nyilvánosságra az üzleti terveket a Fudan esetében, viszont van egy olyan érve is, hogy a diákváros, mint fejlesztés, arról viszont van egy megállapodás, annak minden eleme közismert és látható, s van rá egy kormányzati vállalás, és a diákvárosról is lehet népszavazás, sőt, ő már nem is fővárosi vagy helyi kerületi népszavazásról beszél, hanem országosról akár. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez abszolút kampánytéma lesz, sok szempontból ez nagyon kedvező az ellenzéki oldalnak, másrészt meg most úgy látszik, hogy a Fidesz, illetve a kormány számára ez egy megnyerhetetlen ügy. Hogy látja mindez, Deák Dániel? Most azzal, hogy egyébként Gulyás Gergely vasárnap bejelentette, hogy támogatja a kormány ezt a népszavazást, az én meglátásom szerint azért a vitorlából kifogta a szelet, hiszen ezzel két dolgot is elért a kormány. Valószínűleg a választás követően lesz majd aktuális ez a téma, illetve most ebben a kérdésben szemmel látható módon a kormányzati irányból érkező reakció hatására egyébként Karácsony Gergelyéknek is újra kell alakítani a kommunikációt, amit egyébként meg is tett. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Karácsony Gergely hogyan nyilatkozott például a Fudan kapcsán pár hete, akkor még azt mondta, hogy az atlétikai VB-t azt meg fogja vétózni. Most a tüntetése már erről nem volt szó, tehát látszik, hogy Karácsony Gergely is lesz vissza folyamatosan az álláspontjából, ami amiatt van egyébként, hogy komoly diplomáciai botrány keveredett ebből az egész történetből. Hát az, hogy a kínai külügy azt írja, hogy megvetik Karácsony Gergelyéknek a bukockodását, azért ez egy elég durva üzenet a diplomáciában. Nem meglepő egyébként, hogy szombat óta még nem sikerült megírni ezt a közös levelet az ellenzéki képviselőknek, amit ugye a kínai vezetésnek címeznének. Én szerintem, ha megbocsátasz, Daniel, azt gondolom, hogy az atlétikai VB-vel való revolverezése a kormánynak, de mondhatjuk azt is, hogy zsarolása, az
nem volt egy végletes bejelentés Karácsony részéről, ezt kilátásba helyezte, vagy ezt belebegtette, de találtak új eszközt. Tehát ugye folyik egy konzultáció Budapesten, éppen hogy a Fudarról meg a Diákvárosról, amit Baranyi Krisztina kezdeményezett, ez a 4 igenes konzultáció, illetve bejött az új eszköz, a népszavazás. És az, hogy ez majd a választások után lesz aktuális, ezt lehet mondani a kormány döntésének a szempontjából, viszont a parlament előtt van két törvényjavaslat, az egyik a diákvárosok valósításáról szól, amiben ugye már konkrét helyrajzi számok vannak arról a területről, ahol a Fudán felépülne. Most ugye a legutóbbi verziója az volt a kormányzatnak, hogy ez délre kerül. Palkovics László innovációs miniszter ezt ismertette Karácsony Gergellyel és Baranyi Krisztinával, de a másik törvényjavaslat, ami zárószavazásra vár, és a legjobb tudomásunk szerint idáig még ezt nem vonták vissza, azaz jövő kedden erről szavazhat a parlament, ennek kétharmados részei is vannak. Ez már az egyetemet fenntartó alapítványról, annak a létrehozásáról szól, és az alapítvány számára a vagyonjuttatásról. És ezzel kapcsolatban én megkérdeztem a kormányzati vagy kormányközeli forrásaimat, hogy vissza kell-e vonni a kormánynak ezt a törvényjavaslatot, vagy legalábbis el kellene halasztani a zárószavazást, hiszen ha lesz egy szavazás, akkor az ellenzék Karácsonyék részéről mondhatják azt, hogy lám a kormány azt mondta, hogy még csak a tervezőasztalon van, az előkészületek folynak, akkor miért lesz egy ilyen véglegesnek tűnő döntés az alapítvány és a vagyonjuttatás létrehozásáról, és erre azt mondta az egyik forrásom, akinek jó rálátása van erre az egész ügyre, hogy itt akkor lenne visszafordíthatatlan és végleges a Fudánnak az ügye, illetve ez a kérdés, ha már ebben a törvényjavaslatban benne lenne az is, hogy a tulajdonosi jogokat átruházzák az alapítvány kuratóriumába, mert akkor a kormány befolyása alól már teljesen kikerülne ez a folyamat. Tehát azért nem ennyire egyszerű ez a kérdés, hogy majd másfél év múlva lesz aktuális. Hogy látjátok ti egyébként a Fudánnak a helyzetét? Ugye azok, akik ellene érvelnek, azt mondják, hogy egyrészt ez nagyon sok pénz, másrészt itt a kínai előre nyomulás segíti elő, és akár nemzetbiztonsági kockázatot is hordoz magában. Dániel? Igen, most a Ildikó, amit elmondott, arra annyit reagálnék, hogy most értelemszerűen a kormánynak az a politikai célja, hogy ez a téma lekerüljön a napirendről. Emlékezzünk a 2014-es parlamenti választás előtti időszakra, ugye akkor Paksnak az ügye volt, a Paks 2 beruházásnak az ügye volt egy forró aktuális téma, és ott a kormány más taktikát választott, beleállt a végletekig abba a beruházásba. Én is akkor még egyetemi hallgatóként emlékszem rá, amikor Lázár János, jól emlékszem, talán Szél Bernadettel vitázott az ELTE-n, tehát egy nagyon komoly politikai témává vált. Viszont talán az most annyira szakpolitikai ügy volt, hogy nem nagyon lehetett egy külső hallgatónak megértenie, hogy most itt pontosan miről van szó. Azért nem volt az szakpolitika, tehát ott is Putyin pincsie volt, Orbán Viktor Oroszországnak végletekig kiszolgáltatja Magyarországot a kormány, soha meg nem térülő beruházás, az atomerőmű, az már elavult technika, tehát ott nagyjából ilyesmi érvek jelentek meg az ellenzéki oldalról, csak azt akarom mondani, hogy a kormány azt a taktikát választott, hogy beleállt, vitatkozott, és kampánytím volt egyébként a 2014-es parlamenti választás során a Paksnak az ügye. Most szemmel láthatóan más taktikát választanak, mivel egy kiélezett küzdelemre lehet számítani a 22-es választáson, ezért minden egyes ilyen téma, ami kellemetlen lehet akár a kormány számára, az egy-két szavazatot akár el is vihet, tehát most inkább azt a taktikát választja a kormány, hogy igyekszik ezt az ügyet leszedni a napirendről, ezért én nem várom azt, hogy most olyan törvényjavaslatokat fogadjanak el egyébként a parlamentben, amellyel végleges döntéseket hoznak akár az alapítvány felállításáról, vagy akár a beruházással kapcsolatosan bármilyen döntésről. A kormányzat fogja vonni a kormány, vagy elhalasztják a szavazást? Lehet az is, hogy egy módosítás, egy előkészítő dologról lesz szó, tehát a kormány egy
javaslatot tesz le az asztalra, ami ugye még nem jelent semmit, hiszen a kínai félnek egy nemzetközi megállapodás keretében is rá kell bólintania arra, hogy amit a magyar kormány unoklát, az szerintük jó-e. Itt lesz még nagyon sok diplomáciai egyeztetés ebből a szempontból, hát a paksi beruházás kapcsán is látjuk, hogy milyen sok minden módosult egyébként ahhoz képest, mint amit 2014 előtt gondoltunk róla. Tehát ezért mondom azt, hogy ez ki fog húzódni ez a kérdés 2022 vagy akár 2023-ig is, és akkor lesznek olyan diplomáciai megállapodások Kínával, amelyről már érdemben lehet akár vitatkozni, vagy népszavazási kezdeményezést tartani. Elnézést, viszont hogyha nem lesz végleges kormánydöntés, és akkor ugye nemzetközi szerződést sem tudnak aláírni Kínával, akkor ez lehetővé teszi a népszavazást. Tehát akkor egy népszavazásnak semmilyen jogigát nem szabhat határt. Akkor meg lehet kérdezni a budapesti embereket is, és akár országos népszavazást is lehet. Ugye ez is, hogy beszéltünk, hogy budapesti vagy országos népszavazás, ugye itt az egész ország költségvetéséről szóló döntés az, ami meghatározza a Fudan Egyetem ügyét, tehát logikus egyébként, hogy országos népszavazást tartsanak a kérdésben, hiszen nem csak a budapesti adófizetők pénzéről van szó, hanem a vidéki településeken élő emberek pénzéről is, tehát ebből a szempontból egyetemen logikus az, hogy ebből egy országos népszavazás legyen majd, azonban ugye itt a népszavazási folyamat, ugye be kell nyújtani, elbírálják, hogyha még engedélyezik, és akkor meg lehet támadni, bírósági döntés van róla, aláírásgyűjtés, tehát ez egy olyan hosszú folyamat, amit nyáron, ha nyári szünetben, akkor mindenki utazik, biztos nem lehet végrehajtani, ősszel pedig már hát nagyon kevés az idő ahhoz, hogy a választás megelőzzen ebből népszavazást lehessen tartani, tehát szerintem irreális várakozás az, hogy a 22-es választási legyen ebből népszavazás. Legfeljebb az ellenzék azt tudja megcsinálni politikai szempontból, hogy a 22-es választás tétjévé teszi azt, hogy lesz-e Fudan vagy nem lesz Fudan. Pontosan azt mondhatják, hogy akkor a választás az egyúttal egy népszavazás is a Fudanról, ami az ellenzék szempontjából nagyon sok fénytörésben több szempontból is támadható. Ugye a keleti nyitás, a kommunistázás, a eladósodottság, hitelfelvétel, és valóban az teheti országos ügyé. A másik oldalon meg azt mondják, hogy pont Karácsony Gergely, aki az egyetemi világból jön, ágál egy olyan egyetem ellen, amit a 34. helyre rangsorolnak, és ami ugye a magyar diákok számára is biztosít legalább egyharmadnyi arányban majd lehetőséget a Fudanon, de az ellenzéki érvek azok most azért ülnek, mert nagyon is érthető, amiről beszélnek, tehát hogy a magyar adófizetők pénzén a kínaiak számára magyar területen épülne egy egyetem. És ez az 500 milliárd, akkor is, hogyha erre még nincsen pontos kalkuláció, ezt Palkovics László miniszter úr elmondta, amikor egyeztetett Karácsony Gergellyel és Baranyi Krisztinával, arra sincs, hogy ezt a kínaiaktól vennék-e föl, de azért a 500 milliárdos hitelfelvétel az irritálhatja az embereket. Daniel, te ezt a részét egyébként hogy látod, hogy itt mennyire van szakmailag és politikailag megalapozva ennek az egész helyzetnek a háttere? Tehát, hogy tényleg nagyon sok agály merül fel, amire vajon tud-e akkor megfelelő válaszokat adni? Még egy dolgot fűznék hozzá, hogy a téma politikai szempontból mennyire használható mondjuk választási témaként. Látszott egyébként ezen a hétvégi tiltakozáson, hogy nem nagyon bír mozgósító erővel, tehát több 10 000 emberre számítottak, a számítások alapján ilyen 8 000 fő vett részt ezen a tiltakozáson. Én egyébként személyesen is megnéztem, sokszor szerettem ezeket a tiltakozásokat személyesen is megnézni, hogy legyen egy személyes benyomásom, és ne a tudósítások alapján alakítsam ki a véleményemet. Hát a Kossuth téren nem voltak többen 8 000-nél, tehát
nagyon hézagos volt, és nagyon sok része nem telt meg egyébként a térnek, de egyébként a felmérésekből is azt látjuk, hogy ugye azt megkérdezik az emberektől, hogy a Fudan Egyetemnek az építésével egyet érte, akkor értelemszerűen többségben vannak jelen pillanatban azok, akik nem értenek egyet, de azt is látjuk egyébként, hogy ez nem egy olyan húsba vágó kérdés, ami az átlag embert érdekel, és baráti körben hétvégén beszélgettem ezekről a kérdésekről, és fogalmuk sem volt egyébként, hogy miért zajlik ez a tiltakozás, miért akarják meg akadályozni az egyetemet. Tehát nem nagyon ment át egyébként még jelen pillanatban ez az ellenzéki üzenet. Ez nem egy vasárnapi boltzár, nem egy internetadó, vagy nem egy munkatörvénykönyv módosítás, ami tényleg a hétköznapi életük során is érintette az embereket. Látszott már a tiltakozásnak a hát sikertelenségén egyébként, mert nem volt egy első főerejű tiltakozás. És hát ugye a konstrukció kapcsán én nem vagyok közgazdász, tehát nem akarom most gazdasági szempontból ezt megvilágítani. Azt látszik, hogy ez a hitelfelvétel egyébként kormány oldalon, jobb oldalon is sokakban bizonytalanságot keltett. Több olyan nyilatkozat is született kormányzati oldalról, amiben megerősítették, hogy ezt a hitelkonstrukciót nem biztos egyébként, hogy támogatni fogja majd a kormány, hiszen látják, hogy ezzel kapcsolatosan több aggály is van. Én arra számítok, hogy a Fudan Egyetem és a Diákváros is meg fog épülni, tehát a tervekben ott lesz mind a kettő, ugyanakkor a finanszírozás kérdése kapcsán még intenzív tárgyalások lesznek majd a kínai féllel, hogy egy ennél is előnyösebb finanszírozási konstrukciót valósítsanak meg. Erre utalt egyébként Gulyás Gergely is, hiszen azért is mondta, hogy várhatóan jövőre lesz érdemi terv ezzel kapcsolatosan, mert még az ilyen ügyekben is kormányzati szinten is tárgyalnak, egyeztetnek, mert ez a jelenlegi konstrukció nagy valószínűséggel nem fog tudni megvalósulni. Tehát nagyon nehéz a kormánynak ezekre a kérdésekre válaszolni. Pontosabban ugye ez az egyetlen válasz, hogy nincs itt semmi látnivaló, nincs miről népszavazást kezdeményezni, igazából még társadalmi vitára sem alkalmas ez a kérdés, hiszen a tervező asztalon van minden. Ez a kormányzati válasz, illetve amit Gulyás miniszter úr bejelentett, hogy támogatni tudja a kormány a népszavazást. Viszont volt még egy félmondata, hogy hát nem feltétlenül szeretnének ők jót tenni a fővárossal, ha a főváros ezt nem szeretné. Tehát ez mindenképpen kommunikációs szinten hátrálásnak minősül, de vannak olyan konkrét kérdések, amire valóban nagyon nehéz konkrét kormányzati és olyan válasszal szolgálni, ami semlegesíti, vagy megsemmisíti Karácsonyéknak a kommunikációját. Itt már beszéltem a keleti nyitásról, hogy nehogy eladósítson minket Kína, nem leszünk gyarmat. Láttuk ugye a Montenegró esetét. Tehát egyszerűen Dani azt mondta, hogy nem tudják az emberek, hogy miről van szó. A felmérések azt mutatják, hogy képben vannak, illetve itt a fővárosban 90% utasítja el abban a formában a Fudant, amit addig arról tudni lehetett, és a Fidesz szimpatizánsok egy jelentős részének sem tetszik. De például a Kossuth téren Karácsony Gergely behozott egy új szállat, azt mondta, hogy ez a Diákvárosban ezek a kollégiumi férőhelyek éppen a vidék Magyarország azon diákjai számára biztosítanak olcsó lakhatási lehetőséget, akik nem tudnák a drágább albérletet megfizetni. Én azt gondolom, hogy ezt értik az emberek, és kommunikálható is az ellenzék részéről. Az más kérdés, amit a forrásaim is mondtak, hogy a kormánynak a koronavírus elleni intézkedések kommunikációja, ami valóban az átoltottság siker, az is siker, hogy itt a számos országnál korábban lehetett a szigorító intézkedéseket föloldani.
Tehát, hogy az mennyire uralja majd a közgondolkodást, illetve, hogy valóban kitört a nyár, levehettük a maszkot legalábbis a közterületeken, hogy ez a felszabadulás, ez az öröm, a foci ebé, ami ugye június 11-én kezdődik, mindez mennyire viszi el a fókuszt a Fudánról. És az, hogy Karácsonyék még nem küldték el a levelet a kínai elnöknek, a miniszterelnöknek és a kínai kommunista pártnak, ez nem biztos, hogy azt mutatja, hogy ők ebben kudarcosak, vagy ők is hátrálnak, mert úgy érezte Karácsony, hogy nagyon előre szaladt ebben az ügyben, és hogy túl keményen fogalmazott adott esetben, hanem lehet, hogy a napirenden tartás miatt is húzódik ez az egyeztetés, ez a levél megírás, ez a levél elküldés. Tehát itt egyszerűen valóban a kormánynak is figyelnie kell a közhangulatot, hogy lehet-e tömegrendezvényt szervezni egy-egy ilyen akcióra az ellenzék részéről. Egy biztos, hogy Karácsony Gergelyt megemelte ez a Fudan ellenes kampány. Daniel, azt kérdezném tőled, hogy az a része, hogy a vidéki diákok akkor most kiszorulnak a diákváros kollégiumaiból, az magyarázható bárhogyan? De nem szorulnak ki, tehát épp ez az, hogy most is pont az Oktogon fele mentem autóval, és ott láttam már ilyen aláírógyűjtő sátrakat, és ott is ki volt írva, hogy válasz diákváros vagy Fudán Egyetem. De nem vagyról van szó, hanem ésről. Maximum a méreti különbségek kapcsán lehet vitatkozni, de akkor már mind a kettőt meg akarja valósítani. Értelemszerűen a kormányzati részről, hogyha ezzel kapcsolatosan nem látnak tisztán a választópolgárok, akkor tájékoztató kampány kell indítani, kommunikálni kell. És egyébként nem értek egyet Ildikóval abban a kérdésben, hogy a keleti nyitás, illetve annak a állítólagos kudarcossága az egy jó téma lehetne például az ellenzék számára. Bocsánat, Daniel, én nem mondtam, hogy az kudarcos-e, vagy nem kudarcos-e. Hogy ellenzék által szerint, tehát általuk szerint. Azt sem mondtam, hogy ez ebben a kérdésben a mérleg hová billen. Én mindössze annyit mondtam, hogy Karácsonyék ebből ezt a szempontot is kommunikációs fegyverként használhatják. Ezt akarom mondani egyébként, hogy a keleti nyitás programja az sikeres, tehát az export 100 milliárd felett volt még a koronavírus járvány által leginkább sújtott 2020-as esztendőben. Az emberek egyébként a felmérések alapján fontosnak tartják azt, hogy mindegyik nagy hatalommal Magyarország jó kapcsolatot ápoljon, tehát a nyugat irányába történő kiszolgáltatottságnak a megszüntetése és az egyensúlyozásnak a politikája, tehát egy érdek alapú külpolitikának a folytatását ezt a magyaroknak a többsége támogatja, és hát Kína kapcsán is az, hogy egy ilyen diplomáciai botrány van kibontakozóban Kína és a magyarországi baloldal között, ezt is egyébként Karácsony Gergelyék eléggé elméletezték és elnézték, ez nem jön jól egyébként az ő témájuknak, és én még azt hozzátenném, hogy ugye szóba került a állítólagos levél, amit akarnak írni Karácsony Gergelyék a kínai vezetésnek. Hát tegyük hozzá, hogy azért DK-s és MSZP-s politikusok kitűnő kínai kapcsolatokkal rendelkeznek, a DK-s Oláh Lajos, az MSZP-s Újhelyi István, de hát a Gyurcsány Ferenc kormánya időszakából is rengeteg nyilatkozat található, amikor arról beszélnek, hogy milyen fontos, hogy Kína és Magyarország kapcsolatai erősödjenek. Ennél az egyetemnél is egyébként már a Gyurcsány kormányzat időszakában kezdeményezték, hogy jöjjön egy kampusz Magyarországra. Tehát azért a baloldal nem egységes ebben a kérdésben Kína szempontjából. Hiller István is pont az ATV-ben nyilatkozta, nem is a régen, hogy ő egyébként jónak tartja azt, hogy egy ilyen kínai egyetem Budapestre jöjjön. Tehát az, amikor Burán Sándor feláll a parlamentben, és hát rasszista módon elkezd kínaizni, azért az eléggé minősíthetetlen, és megosztja egyébként a baloldali politikusokat. Nem hiszem, hogy ez a nagy kína ellenes és a kínai fellépés kapcsán Karácsony Gergely egy hosszantartó egységfrontot tud majd kialakítani.
Az valóban így van, tehát én is ott voltam a parlamentben, pont is figyeltem a napi rend előttieket, tehát ez, hogy Burány Sándor próbálta valóban parodizálni a itt élő kínaiak kiejtését, ez a legteljesebb mértékben helytelen volt, és valóban csak árt a Karácsonyék által meghirdetett ügynek. Viszont én arra nem emlékszem, hogy elolvastam én is a híradásokat, mindent a Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még a kínai látogatásáról, a 2007-es is, 2009-es is, az is, hogy szorgalmazta, hogy ha már Kína Európában szeretne megjelenni, akár a felsőoktatással, akkor az Magyarország legyen. Kampuszról így konkrétan én nem olvastam semmilyen híradásban, hogy ezt szorgalmazta Gyurcsány. Egyébként hogy látjátok más kormányzatból és más ellenzékből hozzáállni a világ nagyhatalmaihoz? Mert ugye azt látjuk, hogy a Fidesz kormányzása előtt a Fidesz volt Oroszország ellenes, most meg ugye jó a kapcsolat Putyinnal, miközben ugye Gyurcsány Ferencnél látogatóban volt Putyin, most meg ugye ők bírálják ezért a Fideszt. Szóval elképzelhető az, hogy ha esetleg kormányváltás lenne Magyarországon, akkor valójában külpolitikában minden maradna úgy, ahogy eddig volt. Ugye ez a felelőtlen ellenzék, illetve a felelős kormánynak a kérdése. Kormányzati pozícióban az embernek találkoznia kell a realitással, tehát Európa közepén, nem olyan messze Oroszországtól, a Ukrajna szomszédságában, és ilyen geopolitikai törésvonalak mentén egyszerűen Magyarországnak az a realitása, hogy Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok mellett keletfele is nyitnia kell. Az energetika, a különféle gazdasági beruházások, az, hogy Magyarország egy tranzitország, ez mind-mind olyan szempont, amelynek keretében ezekkel a keleti nagyhatalmakkal is egyeztetnie kell és tárgyalnia kell. Nagy különbséget látok, hogy például a Momentum az egyértelműen egy ilyen nyugatpárti kampány folytat, lényegében az az üzenetük, hogy minden, ami nyugaton van, azt le kell másolnunk, azt el kell fogadnunk, nekünk nyugatfele kell tartani. Azért ebből már sokkal nehezebb kihátrálni mondjuk egy kormányzati pozícióban ebből az álláspontból, mint amit ugye a Fidesz képviselt 2010-et megelőzően, és azt tegyük hozzá, hogy egyébként a Fidesz részéről és Orbán Viktor részéről már 2010-es kormányváltást megelőzően is elkezdtek tárgyalni például Oroszországban fontos partnerekkel, tehát már a kormányra kerülést megelőzően ellenzékben is elkezdte Orbán Viktor azt a keleti nyitás stratégiát megvalósítani, amit egyébként az elmúlt 11 évben láthatunk, és az én álláspontom szerint meglehetősen sikeresnek nevezhető gazdasági szempontból. Itt nem érték alapú külpolitikáról, hanem érdek alapú külpolitikáról van szó. Nagyon szépen hangzanak a különféle emberi, jogi és érték alapú kommunikációk, akár külpolitikai dimenzióban, de a realitás az az, hogy itt érdek alapú külpolitika van, így például Németország is tárgyal Oroszországgal a gázvezetékről, de hát az Európai Unió nem ismeri el Tájvánt önálló államként, mert nem akarja Kínának a haragját kiváltani. Hát ez is azt mutatja, hogy hiába fogad el mindenféle határozatokat, hogy akar elfogadni Kínával szemben az Európai Unió, ettől függetlenül még az érdek alapú külpolitika keretében, például Tájván kapcsán továbbra sem ad ki semmilyen elismerő határozatot vagy nyilatkozatot. A kérdésedre válaszolva, Tamás, nyilván más a tónus, a hangnem, és más a mértéke akár egy-egy kirohanásnak vagy bírálatnak ellenzékben, és más kormányon. Ezzel nem mondom azt, hogy Karácsony adott esetben, ha az ellenzéki oldal miniszterelnök jelöltje lesz, vagy akár ha megnyeri a 22-es választásokat, 180 fokos fordulatot vesz és egészen más csinál, hiszen most már elégszer kijelentette, hogy már pedig Fudan Egyetem Budapesten nem lesz. Tehát azért nyilván a eminens gazdasági és nemzeti érdekeket figyelembe kell vennie, már
az látszott az eddigi nyilatkozataik alapján is, hogy ők is azt mondták, hogy nem a kínai emberekkel van vitájuk, nem a kínai emberekkel beszélnek, sőt, kicsit finomodott Karácsonynak a retorikája is, hiszen a legutolsó megnyilatkozása már az volt, hogy pragmatikus kapcsolatokra van szükség, de látjuk azt, amit Dani is említett, hogy Európában és a világban is számos Magyarországnál nagyobb és befolyásosabb ország, és nagyon érdekes és virágzó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat ápol Kínával. Ugye ma érkezik Biden Európába, és a Washington Postba már megjelent egy írása, illetve elemzők azt mondják, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalásain hangsúlyos lesz Kína, a Kínához való viszony, és hogy leginkább Németországgal szeretne valami olyan megbeszélést folytatni, hogy ne legyen Berlin, aki leginkább képviseli itt Európában is hangsúlyosan a kínaiakkal a gazdasági együttműködést, illetve a kereskedelmi együttműködést. Tehát, hogy valami fajta visszafogottságot szeretne elérni, de az is igaz, hogy ugye az északi áramlat kettőnél van egy Berlin-Moszkva együttműködés, amit Navalnyi bebörtönzésekor diplomáciai fegyverként próbáltak a németeknek szegezni. Tehát ez a Kínával való gazdasági együttműködés és a pragmatikus együttműködés az adott esetben a Magyarországnál, csak ismételni tudom magam, nagyobb országok esetében sem megkérdőjelezhető. Viszont itt ugye pont arról beszélnek az ellenzéki oldalon és Karácsonyék is, hogy a nemzeti érdekek mentén kell együttműködni. És ha eladósítják az országot, és az csak Kínának egy ajándék, akkor az nem a magyar érdeket szolgálja elsősorban, hanem az a kínaiak érdekét szolgálja. Na hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Csuha Ildikónak, az ATV főmunkatársának és Deák Dánielnek, a 21. század intézet vezető elemzőjének. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük mi is.